a szakma nekem mindent megadott. A boldogságot, a hírnevet, a pénzt, a szerelmet, mindent megadott egyébként. Ez egy fantasztikus dolog volt. És én ezt az életérzést szeretném, vagy szerettem volna átadni a fiataloknak, hogy a fiamnak hogy tudtam átadni. Én akkor jöttem rá, amikor olyan 18-19 éves volt körülbelül, lehet, hogy 20, tök mindegy. Este 10-kor mentünk hazafele, hogy kéne enni valamit, és beugrottunk a buthába sushi tenni. Este 10 órakor. És leültünk, kérdezte, hogy kérhet-e egy gin tonicot? Mondom, persze. Egy kicsit meglepődtem, hogy Jim Bernard rendkívül tájékozott, tehát tájékozottabb volt, mint én. Mondtam, onnan az Istenben van neked ennyi pénzed, hogy ennyi gint ismersz, hagyalam. És akkor azt mondta, hogy hát azt tanultam tőled, hogy inkább igyek egy nagyon jót, mint öt rosszat. Nem, és akkor izé volt. Majd kijött a izé, a gin tonic, fogta, kérlek szépen így ezt. Így megfogta. Így hátradőlt, és azt mondta, hogy ezért akarok én séf lenni. És amikor ezt elmondta, akkor azt mondtam, hogy elértem a célom. Ebben a mozdulatban benne volt minden, amit én át akartam adni neki. Mert nem a recepteket kell átadni, nem a ízét kell átadni, hanem azt, hogy ez az egész milyen szép, milyen jó. Én ettől a szakmától mindent megkaptam. Tehát én 71 évesen eljutottam oda, nem 71 évesen, már 65 évesen is eljutottam oda, hogy nincs bakancslistám. A csajok 90%-a, akit akartam, megvolt. Ha vitorlást akartam, megvolt. Ha motorcsónakozni akartam, megvolt. Ha lovat akartam, megvolt. A világot bejártam. Ha drága cipőt akartam, és csak drága cipőim voltak, és jó cipőim, azok megvoltak. Drága sévkabátjaim voltak. Azok minden megvolt, amit akartam. 80-90%. Volt, ami nem. Mert mindig az átlag fölött kerestünk. Én legalábbis mindig. Érted? De azért egy vendéglátó nem arra van kitalálva, hogy milliómos legyél. Nem. Egy középpolgári szinten nagyon jól éljél. Erre van kitalálva, de szerintem az egy rohadt jó dolog egyébként. Érted? Amikor mi elvégeztük az iskolát, akkor ugye nálunk azért úgy volt, hogy én technikumot végeztem, akkor ezt így hívták, egyetlen egy ilyen volt egyébként az országban, és akkor utána nekünk 6 vagy 8 hónap gyakorlat után szakmunkásvizsgát kellett tenni. Először leraktam a szakácsvizsgát, és utána leraktam a felszolgálóvizsgát. Arra hamar rájöttem, hogy a konyhán nem nagyon fogok meggazdagodni, tehát ez egy izé volt, és akkor én elmentem pincérnek. És akkor rengeteget kerestem, és rengeteget elszórtam. Amikor az olimpia szállóban dolgoztam, akkor egy jó páran elmentek inasnak követségekre. És akkor én is gondoltam, hogy elmegyek, vagy valami, de engem nem vettek föl. Szakácsnak elmentek, mondtam, akkor írjuk hát a papírt. Kérdezték, hogy milyen konyhát, mondtam, hogy francia és magyar konyhát tudok vezetni. Arról, amiről úgy gondoltuk akkor, hogy az a francia konyha, azt tudtam, de hát az olyan messze volt a francia konyhától, mint Makó Jeruzsálemtől. 76-ban kerültem el a követségre, sikeres voltam. A követségi szinten is egyébként. Híre volt annak, hogy jó konyhát vezetünk. Tehát ezt onnan lehetett lemérni, hogy elküldtünk 100 meghívót, és 90-95-en ott voltak, mert nem a szokványos kajákat kapták mindig, hanem ugye én már 78-ban adtam kínait. És itt jön mindig azt, hogy beképzelt vagyok, lehet egyébként valami, de egy picikét mindig előtte jártam a koromnak. Először megcsináltuk a kínai éttermet, 8 évig teltházzal ment. Utána megcsináltuk a Múzeum kávéházat, 17 évig teljes teltházzal ment, minden este, hogy emlékezzem. Utána megcsináltuk a Bok Bistrót, érted? Tizenvalahány évig, ugye mostanáig a Covidig, vagy mit tudom, mindig teltházzal ment. Megcsináltuk itt fönt a Kisbírót, ez már nem ment minden, ez már nem dübörgött úgy annyira, de ebben az üzletben egyébként ugye mi vagyunk az elsők, akik nem tudom, már 8 vagy 10 éve itt vagyunk, mert mindig egy-két év után bezárt vagy eleve. Buda nehéz terep egyébként, én azt látom. Úgyhogy, tehát ezek mind megvoltak, utána megcsináltuk a Bujadisznót, meg a Séf utcáját a Csarnokba, tehát átmentem úgymond a street food felé egy kicsikét, és ott is sikeres voltam. A
Amikor a Molnár B. Tamással elkezdődött ez a gasztroforradalom szerűség, vagy valami kellek szépen, mi akkor kezdtünk el, akkor nyílt ki a szemünk, akkor hallottunk először a Michelin csillagról, akkor hallottunk Michelin csillagos szakácsokról, különböző dolgokról, akkor kezdtünk el először szakmai könyveket vásárolgatni, vagy valami, akkor egy nagyon nagy dolog indult el, akkor úgy megváltozott a világ. Nekem előtte egyébként, nekem 89-ben voltam kint Ausztriába egy 3 hónapot dolgozni, akkor a Vörös Sárkány zárva volt, akkor átalakítottuk, és akkor én ott találkoztam január-februárban ilyen Niederösterreich vendéglátós bál keretében Bécs legjobb szakácsaival, azok jöttek ki főzni. És akkor be tudtam kerülni oda közéjük. Nálunk Magyarországon akkor úgy csinálták a libamáj pástétomot, hogy volt egy kis libamáj hulladék, tehát libamáj hulladék, akkor borjúmáj vagy sert, nem csirkemáj mondjuk, vagy sertésmáj, ezek hármicsoda, és akkor libamáj konzerv, tejszínbe áztatott zsömle, ebből csináltak egy ilyen masszaszerűséget, és akkor ez volt a libamáj pástétom, érted? Odakint ezt az öreg azt úgy csinálta, kérlek szépen, hogy megfogta a legszebb, leggyönyörűbb libamájat, amit kivittem, ugye, így megfogta a kezébe, így összetolta a kezét, ami kijött az ujjai közül, azt keverte föl tokaival, vagy akserivel, vagy akármivel, és ezt, ami így a keze között maradt, ezt így félredobta, nem is tudom, miért ezért kérlek szépen, és ők így csinálták már akkor. Amikor Washingtonban kint voltam 2000-ben a Michel Richardnál, és csinált egy olyan kaját, ami után azt mondtam, hogy nem akarok tovább főzni, mert nem tudok semmit, vagy valami. Az egy nagyon nagy sok volt nekem egyébként. Tehát az olyan, mint amikor egy festő elmegy egy kiállításra, és azt, amit lát, azt mondja, hogy ilyet az életben soha nem fog tudni csinálni. Kimentem az utcára negyed óráig sírni, vagy 20 percig, egy ilyen sírógörcsöt kaptam, majd utána oda mentem a séfhez, és mondtam neki, hogy ezt az ételt, amit itt csinált egyébként, megcsinálta tarhonyából, az a lényeg, hogy tarhonyából megcsinálta az orosz kaviárt. Minden más volt, amit láttál, elképesztő volt, és nagyon jól sikerült adni. És mondtam, hogy olyan messze van Budapest-Washingtontól, mondom, hogy soha nem szoktam ellopni kaját vagy valami, de engedje meg nekem, hogy ezt az egy ételt elvigyem. És akkor az öreg még akaratán kívül rúgott belém egy nagyot, érted, azt mondta, hogy nyugodtan vigye, séf úr, tudja, mert mi itt egyébként Washingtonban minden nap kitalálunk valami újat. Ha valahol látok egy jó technikai, technológiai megoldást, vagy egy jó alapanyagnak a használatát, az biztos, hogy elhozom, minden szégyen nélkül egyébként. A bokpincébe a mai napig adják azt a libamáj parfét, amit mi annak idején összeraktunk a Barbarával a Múzeum Kávéházban. És amikor eljöttem onnan, akkor azt mondtam, hogy lehet, hogy soha nem fogok adni libamájat a bokbisztróba, de azt a libamájat, amit ott adtam, mert az a Múzeum Kávéházé volt, az a Barbaráé volt, és a Villányi pincéjé volt, érted? Tehát azért lett, érted? Tehát nem fogom azt adni. Ezért 3-4 évig kísérleteztünk, amíg összejött az a fajta sous vide libamáj, amit megcsináltuk a libamáj sushit belőle, ugye, amit aztán adtunk itt, és ugyanolyan emblematikus ételünk lett, mint a másik. Ugye a piacon nyomjuk a rántott húst, ugye? Tehát a rántott hús az Isten. Ugye, áll Istennek sikerült. Ugye, azt hiszik egyébként, hogy egy rántott hús csak egy, jó, hát a bíró kitalált, és akkor megcsinálta. Amikor kitaláltuk azt, hogy megcsináljuk a rántott húst, utána nekünk 3-4 év volt, amíg a zsemle morzsa összeállt. Minden héten vagy 2 hétben más keverést állítottam össze, és csináltunk teszteket. És akkor egy ilyen vastag füzet tele volt jegyzetekkel a rántott húsnak a morzsájáról, amikre eljutottunk oda, hogy azt mondtuk, hogy ez igen. A szakma szeretetét, a fanatizmust azt mindenféleképpen szeretem átadni. Azt azért el tudom mondani, hogy legalább 15 séf dolgozik Budapesten és az országban, de elsősorban Budapesten, aki mind a kezünk alól került ki.